amely pirosban játszik, és Határ Bernadett pedig el is üti mindjárt a labdát. Fegyver neki, aki egy speciális maszkban játszik, ugyanis nem olyan régen, itt mindjárt egy gyönyörű sarokdobás Januarytől, szóval nem olyan régen összeütközött edzésen ebben a Jovanovicsal, és mind a két játékosnak eltörött az orra, ráadásul Fegyvernek itt műteni is kell, neki volt egy nyílt törése, ezért kell ebben a maszkban játszania. Pál, Jovanovics, mind a két oldalon van Jovanovics, az egyiken Neven, a másik a Milica. Bernát nem merte bevinni Határa a labdát, ahó, egy triplára tripla a válasz, January után, ahó Nina is betalál. És Fegyver neki pedig már gyorsan hozza is át a labdát. Határ elzárásán megy a 2-2, Fegyver neki áll bele, ez most lejön. Ott van, Green előtt a lehetőség, átveszi a vezetést a DVTK. Sheridan Green 15 pontot dobott a Szexárd elleni mérkőzésen. Kiegyensúlyozott volt ott a DVTK, hiszen Forpál 10, Green 15, Jovanovics 23, Kányási 11, Bernát 13. Sok játékos tett be, sokat a közösbe. 5-5 közben. Forpál, Jovanovics, ez most nem talált el a gyűrűt, pedig volt ideg. January tisztán, és a hármas után a kettest is bedobja. Egyébként a Sopron Basketnak 10 magyar kupa győzelme van. A legtöbb győzelem a BSE nevéhez fűződik 12-vel, de ha ma nyer a Sopron, akkor már csak egyre lesz a BSE-től. Jovanovics is elmozog, végül ahó kapja a labdát. Határ mellett, és föl is tudja tenni, ahol Nina megcsinálta a nehezebbet, elment Határ Betti mellett. Utána érte a labda. Jovanovics, Határ Bernadett második blokkja. Ugye muszáj volt eldobni, hiszen lejárt volna a támadó. Ezt egyből dobni kell. Bernát ballal rádobja. Ahhoz képest nem is volt rossz. January. És Fegyver neki. Brooks jön közelebb, beleáll a büntetővonalnál a középtávoliba, leszedi a labdát, Határ, Williams, és két büntető. Üköm 9-5. És kis Angelika jelentkezik majd játékra a DVTK-ban magas poszton, aki ezúttal nem kezdett. Bernát muszáj kicsarkaznia, ugye Határ Bernadett teljesen elbizonytalanítja ott a betörő embereket. És így azért nagyon nehéz lesz. Jön Határ, és jól visszalép Green. Forpál. Ahó. Az nem jó. Pontot szerzett. A Ludovika ellen pedig nem is dobott pontot Angelika. Határ, marad a labda a Sopronnál. Dex, Milica Jovanovicsé volt 23 ponttal, 7 lepattanóval, 4 gólpasszal. Brooks, aki egyébként a Peac ellen az elődöntőben 17 pontot, 4 lepattanót és 1 gólpaszt tett a közösbe. Ez 20-as teljesítményindex egyébként Jecától. Jovanovics. Az gyönyörű volt. January. Gabby Williams. Megy a 2-2. Irányt változtatott Williams, és Jovanovics pedig odaütött.
January. Brooks szépen játssza magát tisztára, ez lejön, és Bernát Réka szer egy védőlepattanót. Nem tud elmenni fegyver neki mellett Bernát, és most kezdődik akkor a játék. Jovanovic Brooks-szal szemben. Jovanovic még nem találja el a gyűrűt. Följön egyetlen egy pontra a DVTK. Brooks fegyver neki, megjáratják a labdát, határ fordul be. Nagyon szép munka volt, hogy lefordult. Ezeket 100-ból 100-szor meg tudja csinálni, Euroliga szinten is. Forpál. Kapja az elzárást, utána bele is tud állni a triplába. Rövid. Fegyver neki. Szépen végig szallomozott az emberek között. Williams. Nincs bent a tripla, Brooksé a pattanó. Williams, Brooks, kis Angelika előről próbálja fogni határt. Az irányító szedi le, Forpál ezt a lepattanót. Az alap nem volt jó a dobása. Ahó. És Gabby Williams el tudja ütni a labdát. January lépés hibába vette át, ezt nem fújták le. Brooks pedig kihagyja, és megint Bernát Réka szer egy lepattanót. Ez most már a második védő lepattanója Rékának. 6 perc pedig már el is ment az első negyedből. Kis. Közben egy faltot vette Kivics. Emlékeim szerint eddig fogvédő nélkül játszott, de most már az is kell. Forpál. Bernát, 8 másodperc még a támadó időből. Bernát Réka nem találja el a gyűrűt. Támadó idő. Soproni szurkolók is érkeztek egyébként szép számmal, nem csak erre a mérkőzésre, hanem már a negyed és az elődöntőre is. Jovanovic passzolja le Dawson. Kis Angelika kilóban nem fogja tudni őt megtartani, de Dawson nem dobja be. Így ránézés a két játékos között egy 15 kiló biztos van Dawson javára. Forpál. Jovanovic. Ez is rövid, de van lepattanója Bernát Rékának. Hat per egy a tripla mutatója a Diós Győrnek. És itt Jovanovic is betalál, mire kimondom, úgyhogy már 7-2. És egál van. Valóban lehet érezni a DVTK játékán, hogy mindenféle teher nélkül. Dawsonnak is megvan közben az első pontja a döntőben. Szóval teher nélkül játszhat a Diós Győr. Bátran dobnak kintről, még ha nem is jó százalékkal. Jovanovic. De bedobja az ígyszert is. 7 pontos. Gabby Williams. Előkészítetlen volt a dobása, lepattanó Jovanovicsé. Javítom magam, Jovanovics 10 pontnál tart most már. Bernát. Szabálytalanság történt a blokkban. Vér. Dawson besétált. Ahó. Tiszta dobóhelyzet. Gyűrű tövére dobta, és a lepattanó January. Jön a második hullám. A Varga. Kiveszik a kezéből a labdát. Jovanovic. 6 támadó lepattanó volt a DVTK-nál, az 6 második esély. January. És többek között ezért is csak 3 pont a Sopron előnye. January dobott már ma triplát. Ez ma nem ment be, vagy ez így most nem ment be. Kányási. Kilopta Dawson kezéből.
szép irányváltás Kányásitól, és egy nagyon gyenge keresztlabda. Lassú is, meg pluszba Forpálon volt ember. Forpál. Föl tudja tenni, és hiába lépett be Cukordalma, gyenge oldalról már későn jött. Így a negyed első kosara, DVTK-é. Varga. Gabby Williams. Dawson nagyon rossz labdát kapott Williams-től. Varga. Az igen. Egy szép tripla Varga a Lisztól. Korpál. Keresi a betörés lehetőségét. Jovanovic. Ez is tripla, ha bemegy, de nem megy be. És Williams a védő. Williams próbálja végigvinni. Kicsit erőlködni látom Williams-et most már elég régóta. Az előző betörése sem volt éppen jó. Kányási. Kis vissza Kányásinak. Akár el is dobhatta volna. 6 másodperc. Úgyis az lesz a vége, hogy neki kell valamit majd varázsolni. Jaj, de szép! Gyönyörű betörés! Az igen. January. Mutatja a figurát. Varga Alizra nem figyelnek. Ő viszont nem dobja be. Kis Angelikájjal. Eladja Kis Angelika, pedig már megszerezte a lepattanót. January. Williams. Odaütnek. Hogy gondot okozhat Völgyi Péternek, hogy a meghatározó magas embere már fal problémákkal küzdhet. Zónába állt be a DVTK. Két büntető Vargának. Bernát Réka újra a pályán. Leslie Forpál ül most le. Ahó. Kányási. Jovanovics bemegy pozíciót fogni Cukordalmával szemben. Szép backdoor. Ahó. Nagyon szép játék volt, csak nincs belőle kosár. Pedig ezzel egyenlíthetett volna a DVTK. Williams. Cukor a sarokból. Ez sincs bent. Jovanovics. Nagyon kitartotta a labdát, mert félt attól, hogy betakarja őt Határ Bernadett, így viszont még a gyűrűt sem találja el. January. Egy tiszta középtávoli, amit be is dob. 10 pontos ezzel. A másik oldalon Milica Jovanovicsnak van 10 pontja. 2-ből 2 duplát dobott be Jovanovics, 3-ból 3 büntetőt, és 5-1 a tripla mutatója. És Kányási Vera. Ragad továbbra is a DVTK Sopronra. Ezzel a 3 pontossal. January. Jovanovics már emeli is a kezét, elismer. Dalma ült le, és Varga Alíz. January, egy váltás Williams-el. Ez is kimarad, Határ próbálja összeszedni, és össze is szedi a támadót. Brooks vissza, January tisztán. Ez most nincs bent, Határ újra támadó lepattanót szed, és aztán eladja a labdát. Ahó, ő megdob egy nagyon szép zicsert. Kérem szépen, egyenlít a DVTK, 26-26. 5,5 perc van hátra, nagyjából az első fél időből. January, Brooks zónázik, megint beállt egy 2-3-as zónába. Nem, azért most embert is fognak, így viszont ez nem jó. Szerencséjük van, hogy kimaradt. Rosszul védekeztek, nagyon tiszta dobó helyzet maradt fönt. Ahó. Green inkább följön elzárást adni, de azt ott nem lehet dugdosni ilyen kis területen. Amit Jovanovics akart.
Jovanović. Vissza Ahónak a labda. Muszáj dobni, mert lejárt volna a támadóidő. Ahhoz képest ez nem is volt egy rossz kísérlet Ninától. 3-1 a tripla mutatója, ahol Ninának 5-1 a két pontosa, tehát 8 kísérletből mindössze 2 dobott be. Fegyver neki, és kipattan róla. Labdát szerez a Diós Győr, és... January irányít ismét a Sopronban, és zónázik tovább. A DVTK, Dawson, már rálépett a vonalra, elveszíti a labdát, a Sop fut vissza. Azért még úgy látom messze van az igazi jó formájától. Forpál, egy váltás Kányásival, Ahó. Ahó beleáll, és be is dobja, 9 pontos Nina. 36-31. Megint 5 pont a DVTK előnye. January. Most visszaállnak emberfogásra a piros mezesek. Jön a betörés és a kiosztás belőle. Két büntető cukordalmánál, aki nagy egyet tud ledolgozni a Sopron. És ugye az is milyen ritka, hogy a Sopron csak 32 pontot dobjon egy fél idő alatt, már pedig most ugye 45 másodperc van már csak hátra. Jovanović tisztán, és nem dobja be a lepattanó cukordalmáé. Ugye eleve azt szoktuk mondani, hogy a Sopron általában 60 pont alatt tartja az ellenfeleit, még az Euroligában is döntő többségében. Dawson nem tud megállni a lábán, és így is bedobja, ütközés volt Ahóval. Kicsit közelebb jön a Sopron itt a végjátékban, már csak 2 a különbség. De hát az a kombináció, hogy 34-et dobjon a Sopron, és valaki többet egy fél idő alatt, az nagyon ritkán fordult elő eddig. Ahó. Szép a leváló ember, Jovanović bedobja a palánkról. És maradt 4 másodperc. Dawson félpályáról még rálöki, ami a gyűrűt sem éri el. Hát kérem szép! Forpál. 4 pontos hazai előny tehát. Jovanović. Érkezik Bernát. Jön a 2-2. Bernát még. Határ Bernadett lábán pattant a labda. Ahó. Ahó még. Jovanović. Határ kiváltott rá, így Cheridan Green bent marad. És egy falt, mégpedig Brooks. Jovanović. Milyen rutinos volt, hogy nem kapott bele azonnal a labdába. Ahó. Visszafordul Williamsről, Ahó megint. Bernát Réka, ezt lassan dobni kell, lejár a támadóidő. És nincsen falt, amit pedig a Diós Győri szurkolók nagyon szerettek volna látni. January. Rövid, és a lepattanó végül Bernátnál. Nincs még kosár, 1 perc eltelt a második fél időből. Ahó. Egyszer már bevitte határ Bernadett mellett, és ez most úgy látszik ott élt élénken az emlékeiben, mert nem merte föltenni. Jovanović triplája a sarokból, ami lejön. Williams. Brooks. Ő is inkább a betörést választja. Ez így a DVTK-é. Jovanović védekezett fel. Így alakuljon egy mérkőzés sorsa Magyarországon. Ez tény. Ahó. Nem merte megint fölteni, ez így visszajátszás lesz. Igen, onnan, tehát akkor vagy rácsap a Sopron és gyors indítás. Tehát az ellenfelet ne indítsuk, és Völgyi Péter is azonnal elmondja valószínűleg ugyanezeket, ahol Ninának, akkor nem kell bevinni a gyűrű alá, hogyha onnan nem tudja föltenni, vagy nem tudja kipasszolni. Határ! Miért nem dobta vajon el? Brooks, ő meg a gyűrűt se találja el. Ezt Határnak kellett volna eldobnia. Forpál, ő is eladja a labdát. Minek viszik rá Határ Bernadettre mélységbe, ha nem merik föltenni? És két büntető Gabby Williamsnél. Ezek most egyet dobott be.
Gábor Pál. Közben megjön a soproni közönség hangja is. Egy Genueri volt szabálytalannak faltott. Na, megérkeznek a diósgyőri ultrák, ahogy jeleztem, átérnek a Szolnok elleni MB2-es meccsről. Vorpál. Ahó, beleáll a triplába, nincs meg. Határ, ráhúzza a Honin a testére a labdát, így a Sopron jöhet ma. Mehet tovább, mutatja Cifra játékvezető. Cserélni szeretett volna a DVTK, de nem tud. Williams. January. Még 10 másodperc. Határ. Két büntető. És ahol... Sitku Zsuzsa ott a kép jobb oldalán. Ahó. Fegyver neki akadályozta szabálytalanul Bernát ré. Bernát. Megint egy necces keresztlabda. Green. Jön határ, és nagyon szépen csapdázták Greent. Egy jó védekezés volt most a Soprontól. Viszont Jovanovics megelőzi, határ Bernadettet, és labdát szerez. Jovanovics még kipasszolja, Green, jön a második hullám, Bernát Réka futtából, rövid. A lepattanó Jovanovicsé, visszaszerzik a támadó lepattanót a diósgyőriek. 38-38-nál nem dobott még kosarat ebben a félidőben a DVTK, és Határ Bernadett egy újabb blokkot oszt ki. Elment három. Ez így nem lesz jó, eladott labda. És Gabby Williams rohan, könnyű zicser, ebben jó a Sopron. Átveszi a vezetést a Sopron. Ugye ez azt jelenti, hogy volt egy 6-0-ás rohanásuk. És itt van rá a válasz. Az első kosara a DVTK-nak, mindjárt egy tripla, igaz, majdnem 4 percet kellett rávárni. Visszaveszi a vezetést a Diósgyőr. Elképesztően jó meccs. Williams. Ahónak vigyáznia kell, hogy összeszedje a negyedik faltját. Határ, az nem jó. Bernát Rékái a pattanó. Ott a gyors indítás, és a másik oldal. Kányási kihagyja az ígyszert. Ezt pedig illett volna bedobni. Gabby Williams elpasszolja Januarynek. Williams kilép a sarokba. Nincs bent a három pontos. Rengeteg kihagyott dobás mind a két oldalon. De izgalom aztán van bőven. January rúg bele a labdába. Green pedig mutat, a Sopron 34%-kal dob csak a meccsen. Ez nem az ő szintjük. Cukor, January tisztán, és be is dobja. A negyedik bedobott soproni hármas. És a második January-től. Amivel megint vezet a Sopron. Vorpál, ez meg támadó hiba. Szurkolók támogatása. January. Brooks. Ennek az alsó elzárások. Dawson. Cukor. Bedobja. Cukor Dalmezzel három pontos. Ez volt az első akció kosara. Eddig csak büntetője volt. Jovanovics. Kányási. Folyamatosan elváltanak mindenkit a soproniak védekezésben, ott a fönti 2-2-ben. Kányási kiadja, Jovanovics visszalép. Nincs bent, a lepattanó Williams-é. Továbbra is most komoly gond van ebben a negyedben a DVTK. Deficitben vannak dobás szempontjából. Összvíz három pontjuk van. És a DVTK jön. Pont is, sőt 5 pont is, 36-31-nél a DVTK előnye, de ebben a negyedben 11-3 a Sopronnak. És ez hosszú távon, ha meccsben akar maradni a DVTK, nem maradhat így.
Kis Angelika. 6 másodperc, és Brooks faltolja a Honinát. Megmepad, ha ilyen kevés pontot dob. Nem véletlen, hogy megfordult az állás. De csak 3-mal vezet a Sopron. January. Beforgatja Forpált, és dobhat majd 2 büntetőt. De 2 büntető bent van. És ezzel 5-tel vezet a Sopron. Ahó. Jovanovic. Varga Alizzal a háta mögött, akit beforgat, de nem tudja bedobni. Pedig a nehezét megcsinálta. Egyértelműen fárad a DVTK. Ez már mind-mind annak tudható be. Egy backdoor, Gabby Williams. Kányási. Beleáll. Ez is rövid. Ez már mind a fáradtság. És Gabby Williams-től meg elveszik a labdát. Hát Gabby Williams hetek óta formán kívül játszik egyébként. És egy zárójeles megjegyzés. Jovanovic. Ahó. Betörést választja. Jön a belépés. Kányási. Nagyon szép megoldás. Megvan a 6. dobott pontja a DVTK-nak 8 perc alatt, ami persze még mindig nem sok, de legalább nem nyílik tovább az olló Diósgyőri szempontból nézve. És beállnak zónázni, megint a 2-3-as zóna. Dolson, January, kéri az elzárást. Varga, kipattan, és Kis Angelika szedi le a lepattanót, hogy aztán Dolson oda üssön neki. Jön egy pontra a DVTK. Még holtfáradtan is, de van tartása a Diósgyőrnek. Varga. Dolson. January. Dolson föllép, és eladja a labdát, de Jovanovic Sol úgy pattan, hogy marad. Fegyver neki. Kézváltás. Nincs dobóhelyzet. Dolson. Vargái a lepattanó. January. Fegyver neki tisztán, de nem dobja be, és Dolson őt zavarja, pedig ez fegyvernek ki lehetett volna. Bernát Réka. Erőtlen volt a betörés vége. Öntés, hogy alapvonalról jöhet a DVTK. Bernát. Jovanovic. Hogy de szép belépés volt. Visszaveszi a vezetést a Diósgyőr. Az igen. Pedig nagyon sokáig nagyon rosszul nézett ez ki. Varga Alisz 3-asa lejön, Kis Angelikája a lepattanó. De a Sopron is csak 13 pontot dobott ebben a negyedben. A DVTK pedig 10-et. Kányási kipasszolja, Jovanovic betörhet, Jovanovic zicsere, és beesik a labda. 3 ponttal vezet a DVTK. Extázisban a szurkolók, és extázisban a csapat is, amelyik egy nagyon komoly krízist élt túl, egy 6 perces krízist, amíg nem dobtak kosarat. És mégis vissza tudnak jönni, és mégis megfordítják a meccset. Varga! Lassú volt a labda, a fegyver neki, valakinek dobni kell. Lejön! Kányási kiszedi, és véget ér a 3. negyed. Williams, Dolson, hátrép és befejezi, kihasználva a testi fölényét. Egy pont a különbség. Kányási. Nincs belőle előny ezekből a 2-2-ből, ez a legnagyobb gond. Bernát Réka, ezt lassan valakinek dobnia kell. Kányási, közelebb jön. Ő eldobta, csak nincs bent. Brooksé a lepattanó. Green is vissza fog jönni a DVTK-ba hamarosan. Az meg egy falt Jovanovicsnál, aki Brooksnak 4-1.
De egész egyszerűen ugye ki dobja rá, ha nem ők. És ezt ők pontosan tudják, és valahogy összekalapáltak már 11 és 12 pontot. Jovanovic. Bernát. És Cukordalma védekezett kiválóan. Maradt 5 másodperc, a Péter is kiemelt, hogy nincs pont, nem dobnak gólt. Bernát, most igen. Bernát Réka 5 pontos. És ugye 9/2 dobott mezőnyből, ami szintén nem jó. De hát itt ezeknek a játékosoknak kell eldönteni. Akármilyen rosszul dobnak, ők vannak a pályán, ők a húzó emberek. És Jovanovic megindulhat, megvan a létszám fölény. Cukordalma faltól. Erc és 4 pontos soproni előny. Ahó. Mindent elváltanak fönt a soproniak, akkor a magassági fölényben vannak. Jovanovic, a másik betörés. Jó a kos! Köz protestálni a góljó falt ellen, hát nem is lett az végül. Őszintén szólva magam sem éreztem, hogy az az lett volna. Ahó! Nincs bent, van lepattanó! Jovanovic! Kányási! Ahonina! Ó, Greener még így hozzá! És egy jó védekezés. A Sopron olyan magassági fölényben vannak, és őket sem Kányási, sem Ahó nem tudja átdobni. Tehát kimegy Kányásira Brooks, nem tudja átdobni. Kimegy Williams Ahóra, nem tudja átdobni. Lábra passzol January. Brooks 45 fokból, az a kedvenc szöge, de ez most nincs bent. Green összeszedi? Nem, de Ahonina igen. És eladja utána, Cukordalma szerzi meg a labdát, nem volt falt ezek szerint. Ez viszont már falt, és ez egy góljó falt. Gabby Williams 5-ből 5 büntetőt bedobott, az egyetlen dobó százaléka, ami tényleg extra, az a büntető. Soha nem volt még 7 pont a két csapat között a Sopron javára, soha ezen a meccsen. Kevesebb, mint 4 perc. Ahonina, Jovanovic. Behozza, de nem dobja be. Green leszedi a lepattanót, megkettőzik, és Gabby Williams elhozza, nem meri bántani Kányási. Rohan megint a Sopron, jön határ, én szerintem a meccs eldőlt. Én szekkal dobó soproni. 9 rádobásából 6 ment be mezőnyből, az nagyon jó. Ahó, na van-e még visszaút a DVTK-nak? Eladják. De January rálépett a vonalra. A 2 pontja van összesen. Azt játszott 26 percet. Bernát nem merte közelebb hozni, mert határ ott van bent. Jovanovic még 5 másodperc, ezt neki kell akkor megoldania. De nem oldja meg. És January a lepattanó, és már 3 percen belül, és még mindig 9 pont a Sopronnak. Korpál odaüt. Az a helyzet, hogy a második félidőben ez a January Williams Brooks 3-as úgy néz ki, hogy meg tudja nyerni a Sopronnak a kupát. January lejön, határ kezéből meg kiperdül a labda. Még egy halovány esély a DVTK-nak, főleg, hogyha most sikerülne kosarat szerezni. Bernát Réka nem dobja be. Megy a lepattanóért Ahonina, és megszerzi. Jovanovic is rápróbál. Ez sincsen benn. Újabb támadó lepattanó Ahoninánál. Kétszer szerzi vissza a DVTK a labdáját. 9 másodperc a támadóidőből. És elveszítik. Ugye megint rávezetik határben, az valaki valaha 45-öt szedett volna a Sopron ellen, és nem tudnak nyerni, mert nem tudnak gól dobni. Williams. Vorpál átért. Tehát ez itt most így kevés. És főleg, hogyha a Sopron dob egy kosarat, akkor 10 fölé nő a különbség már egy duplával is. Brooks nincs bent. Határ. Elesik. Kiszedik a kezéből.
Jovanovic. Egyébként ez így elég lépésgyanús is volt határ Bernadettnél. Jovanovic. Na, dob-e még valaki triplát? Bernát Réka. Bedobja? Nem. Az ötödik tripla kísérlete is kimaradt Bernát Rékának. Én azt gondolom, a meccs eldőlt. Ugye ezt mondtam már nagyjából két perccel ezelőtt is, olyan nagyot nem tévedtem. És a 11. Magyar Kupa győzelmét szerzi meg a Sopron, de hogy ez ennyire nehéz legyen, azt szerintem talán még ők maguk sem gondolták. Brooks lepasszolja Williamsnek, aki kihagyja, rohanhat vele Ahonina, rávezeti Januaryre. Ó, nem volt abban már erő. January föl sem ugrott, csak föltette a kezét, és Ahonina beledobta a kezébe a labdát. De minden esetre ez egy óriási élmény volt, elsősorban a DVTK-nak köszönhetően, a Sopron pedig a második félidőben bedarálta a nagyon elfáradó Diós Győrt. Csak dobott 30 pontot a Sopron Basket a második félidőben. 17 volt rá a válasz, úgyhogy hiába volt még a nagy szünetben 4 pontos DVTK előny. Ezt nem tudták megtartani. Bernát Réka a 6. kísérletéből dobja be az első tripláját. De így is csak 6 pontra jönnek vissza. És itt már hiába is faltolnak. Még egy labdaszerzés Orpáltól. Jovanovic ballal fölteszi. 4 pontra jön vissza a DVTK. Fegyver neki. January tartják a labdát, de eladja January! Ahonina dob egy zicsert! Följön 2 pontra a DVTK-t! Na, sikerül-e bedobni? Igen, Williams! Odaütnek neki, hogy ne menjen az idő. Elszakadás megvan Forpáltól, és oda is üt azonnal January, hogy ne menjen. Ezúttal Forpál nem tudja megkapni, Green határ Bernadett, és odaüt határ Bernadett Sopronnak. Nem nagyon faltolhatnak. Brooks áthozza a félpályán, elengedi, és nincs bent. Elképesztő. Duplán minden egyes kosárnak, minden egyes passznak jelentősége van. Forpál, Jovanovic, Brooks mellett kipasszolja. Forpál tovább. Ahó, ő is a betörést választja. Green elengedi a hármast, ami nincs bent. Ahó lefedi a támadó lepattanót. Leoktatják lepattanóból a Sopron. A 16. támadó lepattanója és a 48. a Diós Győrnek a meccsen. Vorpál. 2 másodperc, el kell hánynia, és bedobja! Elképesztő. Hát erre is mennyi esély volt. Vezet a Diós Győr. Szerintem a soproni játékosok maguk sem értik, hogy mi történik. Fegyver neki. Betör és dob egy zicsert. Egyenlít. Forpál megint. Sheridan Green. Dawson oda piszkál. Az falt volt. Igen. És vezetnek 2-vel. Green 5-ből 5 büntetőjét bedobta eddig. Fegyver neki. Williams beleáll a tempóba, és be is dobja. 18 pontnál tart már. Vorpál. Ahó. Körbevezetik. Bernát Réka, ő is beleáll a kettesbe, és ő is bedobja. Bernát Réka ezzel 10 pontos. Nagyon sokáig nulla pontja volt Rékának, és itt a végjátékra ő is megtáltosodott. Brooks beleáll a triplába, éppen csak elmegy a gyűrűig. Vorpál. 3 percen belül. Ahó. Nem dobja be, és megy a labdája után, de azt már nem fogja elérni. Sopron jöhet. Elképesztő fordulat.
Williams tovább, January, ez sincs bent, és határól megy ki a labda. Jöhet a David! Korpál, kipasszolja, Jovanovic, bedobja a három pontos Jovanovic! És akkor a kérdés az, hogy a Sopronban van-e annyi, hogy nagyjából két perc alatt megfordítsa ezt a meccset? January nem dobja be. Határ leszedi a lepattanót, kipasszolja, fegyver neki. Ha bemegy dupla, Palánkos. Három az előny, két percen belül. Korpál végigviheti, és elesik Korpál, de jön Sheridan Green egy pöcire a másik oldalon. January, másfél perc van hátra. Kell a kosár a Sopronnak, ha bármit is akarnak. És January bedobja, 19 pontos. Ahó. Áthozza Williams mellett, odaadja Korpálnak. Jovanovic. Betör határ mellett, aki leblokkolja őt. Williams. Egy triplával egyenlíthet a Sopron. January. Közben visszaér Jovanovic is. De January megelégszik egy kettessel. Ezzel is egy pont. És van 59 másodperc. Korpál. Mutatja a figurát. Bernát Réka lép föl a labdáért. Ugye most azért van abszolút nyomás a Diósgyőrön is, hogy kell a kosár. Korpál. Beviszi a legkisebb. És határ Bernadett mellett akarja föltenni a legkisebb ember. Ugye megint ez egy rossz kiválasztás, Diósgyőr sem faldi gyanús volt. Igen, jöhet is a Sopron. Fegyver neki. De még egy pont, még mindig a Diósgyőr előnye. Fegyver neki. Williams kipasszolja. Fegyver neki, beleáll. És nem megy be. A labda pedig marad a Soproné 14 másodperccel a vég. Kinek tudják bedobni? Brooksnak. Brooks kipasszolja, fegyver neki megint. És ez sincsen bent, és a lepattanó a Diósgyőré, amelyik megnyerheti a Magyar Kupát. És odafaltol Gabby Williams. Kettesének volt elkönyvelve a Magyar Kupának. Jön Williams, beleáll a hármasba, és nincsen bent, és Magyar Kupa győzelme.